valami csoda folytán erre ráéreztek Guidi és társai, akiket én táborról sem akarok mentegetni, de minden esetre a tények makacs dolgok, ők nem ítélték halálra a Mansfeld Pétert, és Blaskit sem, aminek ugye az volt a magyarázata, hogy Mansfeld Péter egy önfeláldozó védekezést folytatott. Féltette a felnőttkorú társát, aki egyébként két gyerekes apa volt, és féltette, hogy őt fogják bitófára küldeni. És én azért gyanakszom, hogy azért lelke mélyén talán ő nem alaptalanul reménykedett abban, hogy őt, mint az elkövetéskor fiatalkorú. Ez a lényeg, kérem, nem az, hogy az ítélet végrehajtásakor már felnőttkorú volt. Az elkövetéskori fiatalkora döntötte el az ügy jogi értékelésének a legalapvetőbb normáját. Ő fiatalkorúnak számított, még akkor is, a végleges elbírálás napján esetleg ő már felnőtt korúnak számított. Azonban van, kérem, itt ügyészi fellebbezés, a büntetések súlyosításáért valamennyi vádlott esetében, de voltak védelmi fellebbezések is, hát azok egy esetől eltekintve elég zsenge dolgok voltak, hát enyhítést kértek. Olyan erőteljes nagy jogi munkákkal én az iratot, mikor volt szerencsém annak idején kézbe venni, és hogy hogyan, miért, ezt el ne felejtsem önöknek elmondani, de a nyoma nincs annak, hogy a védők úgy különösebben küzdöttek volna a védenceikért. Az inkább az alapállás az volt, hogy igen, ezek bűnösök, és akkor egy olyan enyhébb ítéletet kérnek, az elsőfokú ítéletek enyhítését kérik. No, abban az időben olyan rendi szabályok voltak, és ezt se felejtsük el a magyar jogalkotás nagyobb dicsőségére, hogy a Népbírósági Tanács másodfokú eljárásában akkor is lehetett súlyosabb büntetést kiszabni, ha nem volt úgynevezett terhes, a vádlottak terhére bejelentett ügyészi fellebbezés. Hallottunk olyan esetekről, amikor csak enyhítésért volt fellebbezés, és a Népbírósági Tanács meg akarta változtatni, szándékába állt megváltoztatni az ítéletet, akkor a tanácsjegyző kilopakodott, szólt a védőnek, hogy ügyvédőt azonnal vonják vissza a fellebbezést, mert az ügyfelét halálra fogják ítélni. Volt, aki ezt nem hitte, és fel is akasztották az ügyfelét. Ugye tessék elképzelni, mikor az ember azt hinné, hogy van egy súlyosítási tilalom, és csak enyhítésért van fellebbezés, majd megváltoztatják az elsőfokú ítéletet, és halálos ítéletet, halálbüntetést szabnak ki. Kérem, hogy el ne felejtsem, és főleg az idő nagyon szalad, igyekszem időnként távirati stílusban, kicsit ide-oda ugrálva, de fontosabb elemeket szeretnék kiemelni. Ugye említettem önöknek, hogy úgy néz ki, hogy volt itt egy provokátor, ez a furcsa nevű ember, Soherin József, aki aztán úgy eltűnt, hogy soha többet senki nem találkozott a nevével. Az is kérdéses, hogy létezett-e ilyen nevű ember, de lehet, hogy csak ügynök volt és beugrató, hogy a gyerekek gyűjtsenek fegyvert önmaguk ellen is, súlyos bizonyító eszközöket produkálva. Egy ilyen cselekmény még ma is rettenetes büntetési tétellel fenyegetett, 8, illetve 12 év szabadságvesztése. De amikor én itt igyekeztem a mai napra készülni, akkor kezembe került egy interjú, amit Mansfeld Lászlóval készítettek,
még ha jól látom 85-ben, és akkor beszélt arról, hogy amikor ők a Borgulya utca 2-ben laktak, vagy az utcájukban laktak, akkor a Borgulya 2-ben lakott egy Sobor Rezső nevű idős kommunista, akivel nagyon jóba voltunk, kedves ember volt, csapkodott velünk, szerette a fiatalokat, és ő egyébként Komocsin Zoltán apósa volt. No, itt sok mindenről beszélt aztán, de akkor mondja, hogy ez a Sobor, mivel megbízott bennük, lehet, hogy ő is megbízott volt, megkért minket, gyerekeket, hogy a sok szétszórt fegyvert meg lőszert szedegessük össze. Hát ezért láthattak is az emberek fegyvereket Péternél, mert hiszen a sok eldobált géppisztolyt, gránátot behoztuk, behordtuk az akkori helynevedén kórházba, a Cseri utca környéke, ahol most a Kádár lakik, így került sor arra, hogy ahogy a bíróság teljesen, amit kiforgatott, hogy ezt a nagy büntet a bátyám nyakába hordták. És így tovább. Hát kérem, akkor ezek szerint volt egy Sobor Rezső nevű is, meg ez a másik, ez a kimondhatatlan. Mind a kettő érdekes módon ezekkel a gyerekekkel fegyvert szedett össze. Akik saját maguk ellen nagyon súlyos bizonyítékokat produkáltak, és ez a jelentős mennyiségű fegyver, amit aztán lefoglaltak tőlük, nem is tudom, hogy 600 darab lőszert, az egy óriási mennyiség, súlyról nem is beszélve. Ugye lehet, hogy még rá is segítettek egy kicsit, úgyhogy ez csak az össze nem sugallja, hogy itt valami nem gömbölyül. Ugye? Úgyhogy az a feltételezés, az a hipotézis, amit a történettudomány művelői, a jogtörténészek és sokan, mi magunk is ugye feltételezünk, hogy ez egy igencsak megkomponált koncepciós per volt. Ezek az elemei így jönnek össze, és aki ebből a megfelelő a következtetést nem tudja, vagy nem akarja levonni, akkor az ugye eljuthat oda, hogy ugye nem is volt olyan nemzeti idol Mansfeld Péter. Hát kérem, másodfokon dr. Vágó Tibor tanácsa járt el, a legfelsőbb bíróság, nőbírósági tanácsa vezetőjeként. Őt Miskolcról hozták fel, 56 után, és ő lett a legfelsőbb bíróság pártitkára. Amikor már a legvidámabb barakba éltünk, akkor 1977-ben szakmai minősítésem eredményeként kerültem a legfelsőbb bíróságra. Na nem vezetőnek, nem ecseknek. Úgynevezett előadó bíró lettem. És ha rögtön nem is, harmadik tanácselnököm lett ez a bizonyos Vágó Tibor. Akiről csak azt érzékeltem, azt láttam, azt tapasztaltam, hogy teljesen érzéketlen az emberi élet irányába. Oly sok halálos ítélet terheli a számláját. Kezdtem számolni, de olyan nagy szám jött ki belőle, ki sem merem mondani. Mindenesetre politikai ügyekben a statisztikák szerint által 9 esetben hozott halálbüntetést kiszabó ítéleteket. Aztán a 80-as évek második felébe mindenféle átcsoportosítások és tanács összetételek megváltoztatása folytán ismertő valami rejtés oknál fogva magát közlekedési büntetőjogász szakembernek tartotta. Nekem meg ez volt a szívem vágyom és a különös előszeretettel művel műfajom. Hát egyszer csak ott találtam magam a pártitkárnak a tanácsában.
Tehát innen van az a személyes kapcsolat, hogy miközben az ember nap mint nap rosszul lehetett tőle, de lehetett látni, érzékelni, hogy ezek valójában mit csinálnak. Sok mindenről beszélhetünk, de most maradjunk a Mansfeldnél. Ez egy törtető ember volt, és leginkább a pénzt különösen szerette. Most azért, hogy valaki a legfelsőbb bíróság pártitkára volt, tehát egy párt, magas párt megbízatást töltött be, ez a jövedelmében egyáltalán nem jelentkezett. Ezért nem járt pénz. Azért lehetett magasabb jövedelemhez jutni, de a nagy összegekre ne tessék gondolni. Elképesztő, hogy milyen kevés pénzért adták el a lelküket és a becsületüket. Kérem, a tanácselnöki stallum után lehetett kapni pénzt. Aztán jött egy nagyobb ugrás, hogyha valaki a büntető kollégium helyettes vezetői posztra lépett, tudjuk, akkor ez úgy működött, hogy volt az elnök, voltak a kollégiumok, köztük a büntető kollégium, annak a vezetője a büntető elnök helyettes volt, és annak a alapvető közvetlen munkatársa helyettese volt a kollégium vezető helyettes, és utána jöttek a tanácselnökök. Nyugdíjba ment a kollégium vezető helyettes, és Tibor ennek a helyére akart kerülni. Amiatt egy komoly jövedelem emelkedést. A pénz meg a kitüntetéseket imádta, szóval azok kilószám fúrottak az örébe. Most elég az hozzá, hogy igen ám, de a elnök helyettes és Vágó Tibor, bár mindketten a pártközpont különböző érdek kapcsolataihoz kötöttek, csak mondom, hogy a pártközpontot ne tessék egy monolit egységnek képzelni, ott érdekek ütköztek egymással, ki ezért, ki azért telefonálgatott a bírósági vezetőknek, az elnök akkor szorult, szűkült igazán, amikor ugye ugyanannak az embernek az ügyében teljes homlok egyenes ellenkező előjellel telefonálgattak protekcióért. Na akkor megőrült, hogy most kinek segítsen. És akkor ugye a bizalmi tanácselnökökkel mit beszéltek meg, ez egy más dolog volt. Most szóval elég az hozzá, hogy Vágó Tibor előre szeretett volna lépni a hierarchiába, és magasabb beosztásba kerülni. Ezt azonban az elnök helyettes nem akarta. És az életben vannak nagy véletlenek. Kérem, engem beivattak az elnök helyetteshez, mert a nyugdíjba ment miniszter asszony az első nap, amikor kiszállították őt a Mercedesből, és átült a kis polszki fiátjába, akkor ez egy nagy dolog volt. A Farkasréti temető előtt kijelölő gyalogos átkelőhelyen halálra gázolt egy volt egykori mozgalmi veterán kollégájához. Aztán ebből nagy cirkusz lett. De nem is ez volt a tulajdonképpen az igazi baj, és ez talán mégsem volna jó bővítenem a témát. Elég az hozzá, hogy az elnök helyettes úgy gondolta, hogy úgy fogja megakadályozni Vágó Tibornak a hivatali előmenetelét, hogy ő emlékezett arra, hogy a Vágónak volt egy ilyen ügye, a Mansfeld ügy. És abban az időben volt egy rövid ideig működő újság, a Mai Nap, ez volt a címe. És oda volt valami kapcsolata, ott egy újságírót felhomályosított arról, hogy el kell menni a fővárosi bíróságra, ő majd intézkedik, kérje ki a Mansfeld aktát, és amit ott talál, írja meg. Akkor ez nagy dolog volt, még kérem, mert még kádárizmusban élünk. Ez a végnapok, de akkor.
Na, hogy én ebbe az eseménybe belelógtam, ez volt ebbe a bizonyos halálos baleset ügyébe kellett referálni mennem, hogy akkor mi legyen, emelünk-e a balesetet okozó miniszter asszony ellen törvényességi jóvást. És ekkor zajlott le a fülem hallatára az a telefonbeszélgetés, hogy a fővárosi bíróság elnök helyettese egy ilyen kontrolltelefon volt, hogy tényleg nekem oda kell adnom ezt az aktát az újságírónak, és akkor hallottam, hogy a elnök helyettes volt, igen, oda kell adni, mindent kapjon meg, és amit jónak lát, írjon meg. És a mai napon megjelent a Mansfeld ügy, óriási bomba volt. Akkora robbanás volt, tehát kérem, azt tudtuk, hogy mik történtek. Hát pontosan nem, de az, hogy nagyon sok embert halálra ítéltek, és a Bitofán végezte, hogy gyereket, fiatalkorút is akasztottak, erről így kell nekem, egyszerűen nem, hogy nem tudtunk, elképzelni nem tudtunk. Na hát persze, avágott abban a pillanatban, hát nehéz jelzőt találni arra, hogy mit gondoltunk róla, de nem csak gondoltuk, de ki is mondtuk akkor már. Ő meg hazudozott össze-vissza. Azt mondta, hogy ő nem is akarta halálra ítélni Mansfeld Péter, de az ülnök bírák őt ebbe az irányba elvitték, leszavazták. Igen? Megint megnézette az aktát az elnök helyettes az újságíróval, és a következő számban megjelentek faksimilébe két iratmásolat. Az egyik a kegyelmi jegyzőkönyv volt, mert lehet, hogy ez hajmeresztőnek tűnik, de akkor ez így volt perjogilag elrendezve, hogyha valakit halálra ítéltek jogerősen, a tárgyalás berekesztése után a tanácselnök felszólította a vádlottat, védőt, hogy ha van kegyelmi kérelmük, azonnal terjesszék elő, és ha ilyen volt, akkor az ügyész megnyilatkoztatták, hogy támogatja vagy ellenzi. Majd ezek után zárt tanácskozásban az a bírói tanács, amelyik ugye percekkel korábban a verdikbe kiirdette a halálos ítéletet, az átalakult kegyelmi tanácsá, és döntött arról, hogy kegyelemre méltónak tartja-e, akit halálra ítélt. Hát ez önmagába véve egy őrület, de ez így működött. Kérem, erről a tanácskozásról jegyzőkönyvnek kellett készülnie, és ott volt az iratokban. Láttam. Én magam is. Egyetlen bíró, sem a népi ülnökbíró, sem Vágó Tibor kegyelemre nem ajánlotta Mansfeld Pétert. Talán annyit még érdemes elmondani, hogy abban az időben, ugye az volt a rend, hogy a jogerős ítélet kihirdetése után 3 nappal került sor a 3. nap reggelén az ítélet végrehajtására. Kérem, és az iratokban megtalálták azt a levelet, amit Vágó Tibor a börtönparancsnoknak írt, hogy Mansfeld Péter halálbüntetésének a végrehajtását soron kívül hagyják végre. Ez a magyarázata annak, hogy még 3 napot se élt ez a szegény gyerek, hanem 21-én, tehát a 2. napon halálra ítélték. Aztán egyszer volt még egy, nem hozzám, de a bírótársaimnak volt egy olyan elmondása a vágónak, hogy bement a szénatéri bodrászatba borotválkozni, vagy olyan találkozni, és amíg kiderült, hogy a Borbé az Mansfeld László, akkor tele lett a patya. Így volt, ugye? Emlékszik rá, vagy nem? Ja, vagy... Ja, igen, bocsánat. Nem emlékszik rá? A vágó nekünk ezt így mesélte. Én női bodrász vagyok. Akkor nem tudom, hogy mit mesél, de minden esetre ugye ez volt a
Hát a borozónál, ahol... Nem, én most nem dolgoztam. Én a Krisztina úton dolgoztam, 1966-ban. Jó, akkor ez most nekem egy kicsit rejtély. Egy barátom mert... dolgozott. Igen, lehet. Minden esetre, aztán ő arról beszélt, mert a pékhez szokott járni, a Rákaihoz, meg abba a kórvéházba. Kérem, ez a Mansfeld ügy köszönhetően Vágó Tibornak a Magyar Igazságszolgáltatás. Egyértelműen szégyene. Ilyen emberek voltak, azt kell mondjam, sajnos vannak is, meg lesznek is. Mert hogy, hadd említem önöknek, 2006. október 23-a után a Markó 25-ben a Központi Kerületi Bíróság és a Budai Kerületi Bíróságon 150 ember úgy helyeztek előzetes letartóztatásba, hogy annak semmi törvényes alapja nem volt, és a Fővárosi Bíróság helyezte őket szabadlábra. Az is egy hatalmas szégyen, kérem. 150 embert 30 napra előzetesbe bevágni. Hol tartunk most? A sorsunk viszont a kezünkben van, kérem. Ha eljön az ideje, és ebbe a alkotmányunk szerinti demokratikus jogállamba dönthetünk és döntenünk kell hazánkról és saját magunk sorsáról, akkor kérem, nem passzivitással kell erre válaszolni, hanem igenis el kell menni, és akit lehet, meg kell győzni, meg kell értetni vele, hogy aki nem törődik a saját sorsával, az aztán később valami fáj neki, vagy nem tetszik akkor is, mindannyian szívni fogunk, mint a barom, akkor ne akkor sírdogáljanak, hanem akkor éljenek az állampolgári jogaika és kötelességükkel, amikor ennek eljön az ideje. És kérem, ébernek kell lennünk. Ma megint furcsa dolgokat hallottam, hogy hogyan és miképpen készül a rendőrség a március 15-i ünnepségekre. Ezek olyan mozzanatok, kérem, hogy hát egy jogállamban minden be van szabályozva, mit lehetnek a kényszerítő eszközök, amit alkalmazhat a rendőrség. 2006. október 23-án jogban megengedett törvényes eszközöket törvénytelenül működtettek, gumigolyót fejre felső testre lőttek ki, kérem. Az Isten segített bennünket, senki nem halt meg, csak rettenetes, súlyos sérülések fordultak elő. És voltak törvénytelen eszközök, amiket egyáltalán nem is lett volna szabad, mert a törvény nem engedi meg. Ilyenek voltak a viperák, ilyenek voltak, kérem szépen, ezek az úgynevezett műanyag kábel kötöző bilincsek. És amit hiába dugdosok a vezetők óra alá, nem akarják tudomásul, egyszerűen semmi válasz. Kérem, ez akkor a budapesti utcákon készül. A roham rendőrség különleges alakulata olyan kalaskikok, gépkarabélyokat, azok a felszerelve jelent meg az utcán, hogy ezekre csőre töltve páncéltörő puskagránátok voltak. Tessék megnézni, itt van. Lövésre kész az ujja a rendőrnek. Tessék mondani, mire készültek ezek. Ezeket a fegyvereket csak az országos rendőrfőkapitány személyes utasítására lehetett volna a fegyveraktárokról kivenni. A TV székház ostrománál egy rendőr, egy őrmester, vagy ki a csuda, 28 éles lőszert lőtt ki. Ez akkor derült ki, mikor császár erődnek egyet odaadta, és a zsebében megtalálták, amikor belépett a parlament kapuján, a mágnes kapu jelezte. Mai napig nincs rá válasz, ki miért lőtt 28 éles lőszerte. És milyen fegyverből? A pisztolyból? Hányszor terült cseréltára? Géppisztolyból? Mi a fenének ment oda a gép? És milyen tárból lőtte ki? Ugye? Az életünk
Ma már igyekszem most a végére érni, mert így is nagyon hosszú voltam, de azért engedtessék meg nekem, hogy vannak nagyon elkeserítő jelenségek, és amelyekkel nagyon el kell gondolkodni. Mi a magunk igazában hiszünk, és ez a hitünk kell, hogy erős is legyen, és emellett kitartsunk. Ha mi azt hiszük, hogy a nyugati világ olyan nagyon mellettünk áll, akkor kérem, mi rózsaszínű álmokat kergetünk. Kérem, ez nem így van. Nem így van. És engedtessék meg, hogy a Strasbourgi Nemzetközi Bíróság két ítéletére hívjam fel a figyelmüket, az egészen közel múltban. A magyar alkotmány, az alkotmányos törvények és az alkotmánybíróság betiltotta a vörös csillag használatát. Kérem, a Strasbourgi Nemzetközi Európai Bíróság megállapította, hogy ez nem önkényuralmi jelkép. És ehhez képest a Magyar Köztársaság legfelsőbb bírósága néhány nappal ezelőtt kénytelen volt a úgynevezett munkáspártnak az alelnökét felmenteni, igaz, hogy olyan hű, de nagy büntető ítéletet nem kapott, ugye, nyilvánosan egy hatalmas nagy ügyes, mert vörös csillagot aggatott magára. Kérem, megrovásban részesült, most még ezt is soknak tartották. Ez lenne az egyik ügy, amit ezzel kapcsolatban önöknek mondani akartam, a másik. 56. október 26-án Tatán sortüzet lövetett bizonyos Korbel János honvéd százados elfogott felkelőkre, amely miatt 2002-ben, erre büszke vagyok kérem, az általam vezetett tanács 5 év szabadságvesztésre ítélte őt, és amit le is kellett részben töltenie, részben, mert közkegyelem meg egyéb dolgok csökkentették ennek a tartalmát, de mindig meg tudtuk állapítani a bűnösségét és elítéltük. A Strasbourgi Emberjogi Bíróság belekötött, és megállapította, hogy a vádlott cselekménye nem valósítja meg az emberiség elleni bűncselekményt. És ezt az ítéletet köszönhetük a Magyar Nemzeti Bírónak, akik a 17-es bíróból álló nagy tanács részére az ügyet előkészítette. A történeti tényállást meghamisította, ezzel most önöket nem mutatnám, hogy mi, de lényeges részében. De a Nemzetközi Bíróság ítélete ezután avval foglalkozott, hogy az emberiség elleni bűncselekmény abban az esetben valósul meg, természetesen ehhez emberről is megkívántatik, hát legalább egy, de inkább több. Akkor valósul meg, hogyha az állam a fegyveres erejét a polgárai ellen beveti, és azok gyakorlatilag háborút vívnak a polgáraikkal. És ott életet, testi épséget kiutanak, veszélyeztetnek, és így tovább. Kérem, a Nemzeti Bíró előterjesztése alapján ezt a Nemzetközi Bíróság kétségbe vonta. Tehát akkor, amikor a Magyar Köztársaságot elmarasztaló ítéletet hozott, akkor ez volt a, hogy úgy mondjam, a fő érvük, hogy semmivel nem bizonyított, hogy szisztematikusan és széleskörűen a hatalom és politikája a békés polgárok, egyszerű emberek ellen is fordult volna. Annyit azért hadd mondok önöknek, ezek után a legfőbb ügyésznek hivatalból felülvizsgálati indítványt és eljárást kellett kezdeményezni a legfelsőbb bíróságon, és 10 nappal ezelőtt a legfelsőbb bíróság 5 tagú tanácsa, ez a minősített legmagasabb szintű bírói ítélkező testület, nem hatályban fenntartotta a mi döntésünket. Tette ezt annak ellenére, hogy a nemzetközi kötelezettségeink úgy szólnak, hogy a Nemzetközi Bíróság ítéletét kötelesek vagyunk elfogadni. Hát nem fogadtuk el. Helyes. Helyes.
szaggattak. A Mansfeld ügyről is még sok mindent lehetne mondani, de hatalmas terjedelmű az. Köszönöm szépen önöknek, hogy eljöttek. Következő második csütörtökön Siklósi Beatrix, és még sorolhatnám, milyen kedves vendégeink, meghívott előadóink. Bene Gábor, dr. Bene Gábor, ha megúszta a hétvégén, ő is itt lesz, úgyhogy azért mondom, mert több olyan lesz, aki lehet, hogy jönne, de nem tud, mert esetleg már más pozícióba fogják helyezni. Én megkérném Mansfeld László urat, hogy ismertetnék, hogy hol, mikor lesz a megemlékezés. Két mondatban, ha még annyi türelmük van, nem akarnék valótlan mondani. Megemlékezés lesz Mansfeld Péter emlékére. Hol, mikor? Tisztelettel köszöntöm a munkitársaimat, hölgyeket, urakat. Kérem szépen, azt szeretném mondani, hogy a bátyámat 1959. Második, harmadik, 21-én a tanácsköztársaság 40. évfordulójára végezték ki, kiszemelt áldozatként 50 rendőrtiszti iskolás előtt. Tehát ebbe a koncepciós terve ez volt a lényeg, hogy ennek a kommunista ünnepnek egy áldozatot, egy gyereket áldozzanak föl. Ennek az emlékére, ennek a tragédiának az emlékére most március 21-én fönt a Rózsagombon, ahol az egyik szobra van, hiszen az egyik a Szabó Ilonka utcában van, Melokó úrnak az alkotása, de ez pedig a Rózsagombon, a Gólyai utca és az Apostol utca sarkán, most már Mansfeld Péter Parknak hívják. Ott a szobornál 9 órakor kezdődik egy megemlékezés, hiszen a kivégzést 9 óra 12 perckor kezdték, és 9:35-kor fejezték be, addig szenvedett a Petét. 13 percig, és 13 percig egy harang fog szólni bátyámnak a haláltusájával, így emlékezni. Közben könyvemről, amit írtam, idézetek lesznek, és egy nagyon szomorú, de kötelességünknek tartjuk, hogy megemlékezzünk erről, és nagyon sok támogatást kaptam sok felől, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha esetleg eljönnek, akkor megtisztelnek. Kérd sok amúgyosét kívánok. Köszönjük szépen, és köszönjük előadóinknak. Nagyon szép ünnepet kívánok, és békés ünnepet kívánok mindenkinek, reméljük.